Mint ahogy ezek a gépek is tanúsítják, közel egy éve már, hogy jelentősen modernebb körülmények között tanulhatnak a Tolna megyei szakképzési centrum Percelmór középiskolájának tanulói. A szakképzési centrum és a város közös pályázatának eredményeként költözhetett a képzés a felújított épületbe. A területfejlesztési operatív program forrásának köszönhetően akkor a város 300 millió forintot fordított, elsősorban az energetikát érintő korszerűsítésre. Ezzel együtt azonban kiürült a városközpontban lévő ikonikus épület, mely évtizedeken keresztül képezte a közgazdasági területet választókat középszinten. Az épület fontos része a bonyhádiak életének, így ennek felhasználásáról azonnal gondolkodás indult az önkormányzatban. Nagyon sok ötlet is volt a városban, én magam is nagyon sokat hallottam, például olyat is, hogy majd lebontjuk és akár egy mélygarást építünk a helyére. Talán nem nehéz belátni azt, hogy az első lépés ilyen esetben mindenkor, amikor egy ingatlan érintő kérdésben van szó az önkormányzat életében, hiszen közvagyonról döntünk, akkor egy értékbeslést, egy vagyonbeslést kell tenni és megrendelni. Ez történt ennek az ingatlannak az esetében is, és mindenutána az elkészült, akkor derült ki számunkra is, hogy ez az ingatlan 352 millió 600 ezer forint értéket képvisel. Talán innen nem nehéz belátni, hogy lebontani ezek után ez bodorság lett volna, hiszen egy ilyen értékes ingatlant valamilyen módon meg kell menteni, és élettel, tartalommal kell megtölteni. Az önkormányzati vagyonrendelet előírja a hasznosítás lehetőségeit, lehetett volna átverésre bocsájtani, vagy pályázatot kiírni a továbbiakra. Jogi procedúrák után a testület dönthetett arról nyáron, hogy az utóbbi megoldást választja. A testület a leghamarabb, ahogy lehetőség állt jogilag, hozta meg azt a döntését, hogy egy nyílt, nyilvános körű pályázaton kívánja értékesíteni az ingatlant. Azért is döntöttünk többek között emellett a pályázati forma mellett, mert ilyenkor egy csomó feltételt is tud szabni a kiíró önkormányzat, így tettük ebben az esetben is, hiszen pontosan meg tudtuk határozni azt a célt, hogy a jövőben mit szeretnénk, bárki, aki ezt ezen a pályázaton részt vesz, és gondolkodik komolyan azon, hogy hogyan kívánja hasznosítani az ingatlant, akkor ez találkozik azzal a elvárással, ami a jelenlegi tulajdonos önkormányzatnak az elképzelése. Már a városfejlesztési stratégiában megfogalmaztuk azt, hogy szeretnénk, hogyha új lakások épülnének a városban, hiszen ha visszagondolunk, több mint két évtizede már nem épültek nagy számban egyszerre lakások a városban. Ismerjük a jelenlegi lakáspiacot a városunkban, és azt látjuk, hogy akár az albéletek tekintetében is nagyon magas béleti díj mellett nagyon nagy a kereslet, és egyre szűkebb a kínálat, igen magas havi díjakon. Ezen is talán segíteni lehet azzal, hogy a piacra új lakásépítések kerülnek. Nagyon sok érdeklődő volt, telefonon is, személyesen is, a nyári időszak az gyakorlatilag a pályázati felhívás ideje alatt sok ilyen tárgyalást, illetve érdeklődést tárgyaltam végig, de konkrétan érvényes és eredményes pályázat 1 érkezett. Akivel már megszülettek a szükséges szerződések is. A 352 millió 600 ezer fontos vételárat, amely a vagyonértékesben szerepelt, a pályázó vállalta, hogy megfizeti, ezek után nem volt okunk arra, hogy ezt az adásvételi szerződést az önkormányzat részéről testület felhatalmazás alapján ne írjam alá. Ez megtörtént az elmúlt időszakban, október 14-én, de mint minden egyes önkormányzati ingatlannál az államnak elővásárlási joga van, ez törvény szabályozza így, ezért van egy 35 napos moratórium, ami alatt választ kapunk a magyar államtól, hogy ő kíván-e élni ezzel az elővásárlási jogával, és amennyiben nem, bízunk benne, hogy így lesz, akkor november 18-án a vételár megfizetésére sem lesz már semmi akadálya. A pályázatban foglaltak alapján az építetőnek 3 éve van arra, hogy befejezze a beruházást, és lakóparki épületet hozzon létre Bonyhád belvárosában.